bécsi klasszikus zene jelentős komponistája, karnagya és zenepedagógusa zongorára írt táncával szerepelt Miklós Eszter, az Agócsi László Alapfokú Művészeti Iskola növendéke az első pécsi Mozart maratonon. Csoda gyerek volt, és már egészen kiskorától kezdve elkezdett zongoradarabokat írni, és szerintem ez érdekes, hogy már ilyen kiskora óta ilyen tehetséges volt. Nagyon szeretem Mozartot. Nekem tetszik így a stílus a zongora dalokba, úgyhogy nekem tetszik. Én másodikos korom óta zongorázom, és hát még nem tudom nagyon, hogy mi igazából így a célom vele. Meglátjuk, hogy mi lesz. Mozart zenéje és szellemisége évszázadok óta az emberiség kultúrtörténetének része. Az idei kettős évforduló okán vehettek részt időutazáson pécsi, komlói, mohácsi és vásáros-dombói zeneiskolás növendékek. 2021-ben ünnepli a zenei világ Wolfgang Amadeus Mozart születésének 265. illetve halálának 230. évfordulóját, és szerettük volna az intézmény keretein belül ezt méltóképpen megünnepelni, és a saját ötletem alapján született ez a Mozart maraton rendezvény. Az volt a kikötés, hogy bármelyik iskola készülhet akár egyéni gyermekprodukcióval, akár lehet diák-tanárprodukció, vagy lehet akár csak tanárprodukció, tehát bármilyen megoldás érdekelt minket, egy volt a kikötés, hogy Mozart darabot kellett játszani bármilyen hangszeren, bármilyen egyéni vagy kamarai összeállításban. A tanítványaim magánénekesként örültek a lehetőségnek, két növendék lépett föl, egy fiatalabb, és ugye az iskolánk mottoja, hogy felnőttek is tanulhatnak, tehát egy felnőtt növendékünk is fellépett, és én azt láttam, hogy a tanári karból mindenki lelkesen fogadta a lehetőséget. És tulajdonképpen majdnem minden tanszakról volt megszólaló növendékünk. Én szeretem őt, azért a nap végére egy elég konkrét képet kaptunk mindenféle hangszerből, hogy végül is hogy alkotott és mit alkotott. Az énekesek részéről egy könnyen énekelhető, a rendszer, amit ő felépített, fontosnak tartom, és unblock ezt a klasszikus stílusát szerintem könnyen tanítható a zeneiskolában. Nagyon izgalmas volt, hogy kitalálni azt, hogy a több zeneiskolából érkező növendékeket a köztes időkben, amíg nem játszanak, nincs koncertjük, addig hogy foglaljuk le, illetve milyen kísérő programokat tudunk nekik nyújtani, ami mindenképpen Mozarthoz kapcsolódjon, és akkor így kitaláltunk képkirakást például. Társas játék is volt, mint kísérő program, és az is még nagyon izgalmas volt, hogy kitalálni az időket, időrendben összerakni a programot, hiszen ez egy egész hosszú, egész napos programunk volt. Mint felkészítő tanárnak persze az is, hogy a növendékeim miként fogják megállni ma itt a helyüket, de nagyon ragyogóan zongoráztak, kisebb-nagyobb növendékek is, hiszen Mozart annyira zseniális, hogy az egész rövid, apró menüettektől kezdve a nagyobb lélegzetvételű művekig is meg tudunk szólaltatni zongoradarabokat például. Aztán kísérőtanárként pedig a komlói zeneiskola mellett voltam, és ott is részese lehettem az ő játékuknak, tehát a hangversenyüknek is, illetve a kísérőprogramokban is együtt részt tudtunk venni, mondjuk egy plakát készítésnél is. Mozart maratonnak az előkészületeiből én úgy vettem ki a részem, hogy a grafikai feladatokat csináltam, mint a plakátkészítés, az emléklapoknak a megszerkesztése, valamint minden résztvevő kapott ajándékba egy kis hűtőmágnest, ami egy Mozart képpel és az itteni dátummal volt feliratozva. Maraton alatt volt egy daltanulásos feladatunk, ahol kiosztottuk a kottákat, és iskolánként betanítottam a gyerekeknek és a tanároknak ezt a kis Mozart művet, majd az itt résztvevő emberkékkel a végén közösen előadtuk ezt. Én nagyon-nagyon meg voltam elégedve. A komlói zeneiskolások sajnos a próbán nem tudtak részt venni, úgyhogy ők rögtön a közös énekléskor kapták meg a kottát, de nagyon-nagyon ügyesek voltak.
a Mozart Maraton fővédnökségét Fuchs Gábor vállalta el. A zongoraművész Beregszászon született és a Szovjetunióban nőtt fel. Zongoraművészként az Egyesült Államokban és Európában szerzett magának hírnevet. 40 évig élt New Yorkban. Kaliforniától Németországig a világ minden táján fellépett. Ragyogó ötlet, megmondom őszintén, ez a Mozart Maraton. Meg is lepődtem, mikor a koncert előtt pár héttel Gál tanárnő bejött, és kérdezte, hogy fellépetek-e. Na, nagy örömmel is. Ragyogó ötlet, hogy ennyi zeniskola eljött, és az egész itt Pécset szervezték, ez kitűnő. Mesélem is a barátaimnak, nem csak itt, hogy New Yorkban mondtam, hogy itt van egy iskola, én még ott sem láttam New Yorkban ilyet. A Lembergben tanultam, ami most a Lviv, Ukrajna, és ott az egyik fia élt. Most nemrég láttam a fiától is egy zongora versenyt, aki a kárpátai magyar származású örmény József írt fel, és kitűnő, tehát a fia is, Mozart fia is ragyogó zeneszerző volt. Természetesen kicsit az apja árnyékában élt.